Sziasztok, én Apacsa vagyok, a Royal Clan lídere. Ebben a videóban azt vesszük végig, hogy miket érdemes megcsinálni a játék előtt, hogy kevésbé laggoljon az androidos készülékünk. Ezt kihangsúlyoznám, hogy csak az androidosok számára. Felül még a videó végén elmondom azt is, hogy hogyan lehet csökkenteni az MS-t, hogy gyorsabban fusson a játék. Hát vágjunk bele, első lépésünk, rá kell nyomnunk az értesítés beállításra, és azon belül ott van a ne zavarjanak fülennek. Azért van értelme, hogy ezt kipipáljuk, hogy nem kapunk értesítést, chatfejeket, ilyeneket játék közben, amik megakaszthatnák a játékot. A második lépésünk, én azt javaslom mindenkinek, hogy kapcsolja ki a Bluetooth-t, hogy ez abszolút ne fusson játék közben, mivel ez is egy fogyasztó eszköz, és melegítheti a tabletünket, telefonunkat, és ez lagokat tud okozni még. De ezt megjegyezném, hogy ez csak az én gondolatom, nem biztos, hogy így van. A következő lépésünk, mindenki kapcsolja ki a mobilnetét, és csak wifi-n játszon. Ennek azért van értelme, hogyha meccs közben negyed adatforgalom vagy ilyenek, ne vágdalodjon át a wifi-ről mobilnetre, mobilnetről wifi-re. Ezt javasolnám mindenkinek, hogy próbálja ki még. A negyedik lépésünk talán ez az egyik legfontosabb, vagyis az eszköz karbantartó, itt ki tudjuk a RAM-ot és a tárhelyet pucolni, vírusírtó, minden találhatói. Ezt érdemes megcsinálni játék előtt mindig, mert a felesleges fájlokat, amik futnak, vagy hibás fájlokat kijavítja ez a program, és nem fogják gátolni a játékot, kevésbé fog laggolni a játék ettől. Elmondanék, hogy tárhelynél is maradjon valamennyi, egy 10%-ot javaslok mindenkinek, hogy véletlenül se okozzon ez gondot. A következő módunk, erre van a legkevésbé szükség, a teljesítmény mód. Én erre annyit tudnék mondani, hogy mindenki azt próbálja belőni, ami gyárilag meg volt szabva, mivel hogyha túlterheljük, hogy maximálisan pörgetjük a telefonunkat, az hosszú távon nem tesz neki jót, és egy játék azért ennyit nem ér, valamint nem biztos, hogy a játéknak jót tesz az, hogy maximálisan kihasználjuk a készülékünket, és ez lehet, hogy laggokat okozna a jövőben, vagy a játék közben egyből. Ezt viszont sajnos soha nem próbáltam ki, erről nincsen több információm. Ez az egyik legextrémebb lépésünk, az alkalmazásokon belül meg kell keresnünk a kód mint alkalmazást, ezen belül van egy olyan rész, ahol van a gyorsító tárhely, ezt érdemes törölni akkor, hogyha nem oldódtak meg a laggok, ezzel töröl minden bejelentkezéssel, frissítéssel történő változást. Ezeket majd újra le kell töltened, viszont talán ez megoldja a problémát, amit az előzőek nem tudtak. Végeztünk, akkor térjünk át a játékbeli beállításokra. Itt az első legyen a grafika. Ezt érdemes low-on használni, esetleg médiumon. Ez a kettő, ami megéri high-on, meg a többi nem javaslom, mivel minden sokkal szebb, jobban igénybe veszi a telefon, és kevésbé látható tőle az ellenség, emiatt sajnos. Viszont a filmrétet érdemes maximálisra felvinni, amit enged a játék, mivel ez azt jelenti valójában, hogy meddig tölti be a dolgokat, vagyis milyen gyorsan tölti be a játék a dolgokat. Hogy eddig végignéztétek a videót, most jön az MS csökkentős rész. Ehhez kell venni egy ilyen átalakító fejet, mely olyan vége van, ami belemegy a telefonunkba, viszont a másik végén található egy ilyen internetkábeles fejkialakítású dugaj, ebbe bele lehet dugni az internetet, és akkor a wifi-t ki lehet kötni a készülékről, és így talán gyorsabban fog menni a játék, ezzel még egy olyan 10 MS szerintem meg lehetne spórolni, ezt jövő hónapban fogom én is kipróbálni, remélem, hogy be fog válni. Így röviden ennyit gondoltam az androidos laggok megoldására, holnapi nap fog kijönni az iOS-es lag megoldásos videóm, ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot és iratkozz fel. És még azt el szerettem volna mondani, hogy ha valakinek van valami ötlete, tippje, más megoldás, azt szívesen várom a komment szekcióba, hogy leírjátok, hogy mások is lássák, hogy még milyen lehetőségek vannak erre. Sziasztok!